Köszöntöm Önöket a Weekend mai adásában. A Kalma Pirin zenekar lesz a sztár vendégünk, ők fognak nekünk zenélni. Majd a műsor második részében bemutatjuk majd a díjnyertes tuzséri pálinkát, és finom fagyikat is kóstolunk. Hát ugye ez rengeteg kalória, úgyhogy előtte ezt elméletben le is tekerjük, ledolgozzuk, még pedig a bringa piknikkel, úgyhogy nagy szeretettel köszöntöm itt vendégeinket. Egy nagy szabású dolog készülődik Nyíregyházán, bringa piknik néven, jövő hét szombaton startol majd, reméljük, hogy nagyon-nagyon sok ember Nyíregyházáról, a Kossuth térről és a cél Tokaj. Nos, hát ugye ti vagytok a főszervezők, gyakorlatilag hány emberre számítottok jövő szombaton? Reméljük, hogy nagyon sokan fognak részt venni. Természetesen az időjárás függő is. Nagyon szép idő ígérkezik. Nemtől kortól függetlenül sok emberre számítunk. Több száz, nem kizárt, hogy az ezret is át fogja lépni a létszám. Ilyen dolog nem volt még Nyíregyházán. Ugye rengeteg kerékpárútunk van, és hát ugye Nyíregyházától Tokajig is el lehet kerekezni. Most ezt a távot fogják az emberek végig tekerni. Ez egy húzamban kell elképzelni, vagy azért lesznek itt pihenőhelyek? És egy piknik gondolom, hogy azt jelenti, hogy néha le lehet állni, le lehet szállni a kerékpárról. Így van. Tehát a táv az 35 kilométer, semmiféleképpen sem az a feladat, hogy minél gyorsabban, minél hamarabb teljesítsék a távot a résztvevők, hanem sokkal inkább az, hogy egy kényelmes tömegsport rendezvényen vegyen részt mindenki, amikor tényleg családi, baráti körben együtt, és tényleg a közösség erejét megérezve tudja ezt a 35 kilométeres távot letekerni, két megállóval. Ebben a két megállóban ugye Nyírtelek közösségi háznál és Rakamaz a nagy teknős békánál lesz egy külön piknikpont kialakítva, ahol gyümölcsök, péksüt fogják várni a kerékpárosokat, hogy az elvesztegetett energiákat tudják pótolni. Ennek a rendezvénynek ugye vannak fővédnökei, dr. Szabó Tünde, Nyíregyháza várospolgármestere, Tokaj várospolgármestere, és van egy Winnie Bike nevezetű egyesület is, akik ugye tulajdonképpen ezt a rendezvényt támogatják, és te pedig a Bringasziget tulajdonosoként azt gondolom, hogy mindent tudsz a kerékpárokról. Mi van akkor, hogyha mondjuk valakinek problémája van útközben, vagy nem túl jó a kerékpárja, ő is neki indulhat? Hát igen, neki indulhat, persze saját felelősségére. Aki menet közben műszaki hívával fog küzdeni, a kerékpárosok után egy mobil szervizbusz fogja kísérni őket a Simonó jóvoltából, két profi szerelővel, akiknek ez a menet közben bajba jutottakon segíteni, ez már egy rutin feladat, és bármilyen hibát azonnal ki fognak javítani, és tovább tud haladni a túrázó a cél irányába. Ugye Tokaj a cél. A fesztivál Katlanhoz kerekezik be ugye nagyon sok ember, és ha jól tudom, ott pedig egy ilyen gasztronómiai karnevál fogadja őket. Hát mi minden lesz Tokajban? Így van, tehát Tokaj városa a kerékpárosokat Kóstolja meg hegyalját Tokajban elnevezésű gasztronómiai rendezvénnyel fogadja, ahol lesz minden, ami tényleg szemszájnak ingere. Tényleg a legfinomabb hegyaljai ételeket lehet megkóstolni, több település fogja képviseltetni magát. Egyrészt amatőr, másosorban pedig profi sépek jóvoltából készülnek a finomságok. És ami a lényeg az, hogy tényleg különböző kerékpáros bemutatók lesznek 13 órától, ami azt jelenti, hogy triál bemutató, golfsprint verseny, triásuli a kicsiknek, BMX bemutató, és nagyon fontos, hogy lesz egy könnyű zenei koncert is, Takács Eszter jóvoltából. És úgy tudom, hogy azért nem csak a kerékpárosok, hanem az autósok is megmutatkoznak itt Tokajban, és ennek a rendezvénynek is tulajdonképpen az egyik támogatója, ugye a Skoda? Így van, az egyik fő támogatója a Skoda. A Skoda Magyarország is a rendezvény mögé állt, a Csőzpatán cégcsoport jóvoltából. Első hallásra a rendezvény mögé álltak, maximális támogatást élvezünk az irányukból. Ők szeretnék autó tesztelési lehetősége bemutatóval, kérdésekkel ellátni az ilyen érdeklődésű túrázókat. És ugye nagyon fontos, mindenki kerékpáron kezdte, aztán utána nagyobb korában autóba ül, de aztán amikor rájön arra, hogy egyrészt a környezet tudatosság is fontos, másrészt az egészsége, azért néha-néha kiszáll az autóból. Tehát ez egy jó rendezvény lehet, hogy egy kicsit közelítsenek ugye az érdekek, tehát az autósok és a kerékpárosok, akik esetleg nem próbálják mind a két járművet, azok egy picit közelebb kerüljenek. És hát mint minden ilyen alkalommal azt gondolom, hogy itt is vannak nyeremények.
Tehát nem csak egy kellemes időtöltést lehet nyerni ez alatt a nap alatt, hanem különböző értékes dolgokat is. Mi mindent? Így van, tehát különböző pályázatokat vagy regisztráción keresztül különböző, hát úgymond versenykiírásokat tettünk közzé. Ezek gyakorlatilag szólnak a legmesszebbről, a legidősebb, legfiatalabb induló vonatkozásában díjazzuk az indulókat, és nagyon fontos, hogy a középiskolák részére is hirdettünk egy versenyt. Az a középiskola, aki a legnagyobb létszámban képviselteti magát, az külön díjat kap. Ez a külön díj gyakorlatilag az első helyezett részére egy 100 000 forint értékű vásárlási utalvány, illetve 30 darab belépőjegy a Leveleki Vízisíj Centrumba, úgyhogy a középiskoláknak is érdemes képviseltetni magukat ezen a Bringa Picnicen május 12-én. Nos, akkor most ott elképzeltem, hogy egy ilyen klassz, ha nem is olyan meleg, mint ezen a héten, de mondjuk egy klassz tavaszi napfényes időben az emberek ugye elkerékpároznak kiki a maga tempójába Tokajba, ott egy hatalmas buli, mindenféle sorsolás, és aztán hát ugye a gasztronómia, jó kis finom tokai borok is esetleg megkóstolásra kerülnek. Hogy gondoljátok, vissza is bír ez a nagy tömeg tekerni, vagy van valami alternatíva, hogy jönnek vissza? Hát, egy része a harcedzettek biztos, hogy vállalkozni fognak a visszaútra is. Le kell dolgozni, ugye? Így van, tehát amit a szervezet megkapott kalóriát, azt a visszaúton lehet dolgozni. Akik úgy gondolják, hogy gyerekkel vannak, vagy úgy gondolják, hogy egy kényelmesebbre fogják venni a visszaútat. Lehetőség van arra, a MÁV starttal egyeztettünk, hogy kerékpárszállító kocsival ellátott vonat lesz a Tokaj-Nyíregyháza távon, kedvezményes jegyvásárlással vissza tudnak utazni. Hát egy élmény lehet egy családnak, egy gyerekkel, hogy kerékpározás, buli, és még igen, egy vonatozási élmény. Most megpróbálták a Nyíregyházat Tokajt, legfeljebb, hogyha lesz folytatás, akkor jövőre már a visszaútat is megkockáztathatják. Egyébként meg valóban jó dolgot mondtál, hiszen olyan kevesen utaznak már vonaton azok, akiknek egyébként van autója. Tehát tudom, hogy az én gyerekeimnek is az, hogy buszra ülhetnek, vagy vonatra ülhetnek, az egy nagy élmény, mert tényleg ebben ritkánban van részük. Gondolom, hogy úgy nagyjából kis számoltátok, hogyha valaki visszajön, akkor még világos lesz. Tehát időben bele fog férni? Mindenféleképpen. Tehát a programok maximum 5 óráig tartanak ott a fesztiválkatlannál, és ez bőven elegendő arra ténylegesen, hogy 7-8 óra között megérkezzen az, aki vállalkozik még egyszer megtenni ezt a 30 kilométeres távot, vagyis visszafele is kerékpárral szándékozik hazaérkezni. Egyébként azt gondolom, hogy fantasztikus ötlet, tényleg nagyon nemes gondolat, amit kitaláltatok. Mennyi munka van ebben? Mióta dolgoztok ezen a projekten? Nagyon régen, tehát hónapokkal ezelőtt elkezdődött a munka, a tervezés, először elviekben, aztán a matematikai részét is összeállítottuk, és úgy döntöttünk, hogy belevágunk. Hál' Istennek nemes támogatóink mögénk álltak, és minőségben még az elképzeltnél egy nagyobbat sikerült rögtön elsőre alkotnunk. Reméljük minden évben tudjuk emelni a lécet följebb, és egyre minőségibb és látványosabb lesz a rendezvény. Én úgy gondolom, hogy ha nem is a Balatont, de ugye szépen lassan azok majd a megyét is körbe bicajozzák, akik elindulnak ezen a távon, úgyhogy kívánunk sok sikert, akkor két kerékre fel, vagy akár négy kerékre is Tokajba, és remélem, hogy nem sokára már azért jöttök ide a Weekend stúdiójába, hogy beszámoljatok arról, hogy milyen fantasztikus volt ez a hétvége. Na hát Kalmopirintre reméljük senkinek nem lesz szüksége, de azért mi most hamarosan a Kalmopirin zenekarral beszélgetünk a legújabb terveikről, és utána zenélnek is nekünk itt a Weekend stúdiójában. Már is itt vannak, megnyugtatom a kedves nézőket, és lázasan készülünk arra, ugye, hogy a legújabb hírekről beszámoljunk, és hoztatok is jó pár nótát. Hát mindig történik veletek valami. Mik a legfrissebb hírek? A zenekar körül mindig történik valami, úgy, ahogy mondtad. Éppen ezért mindig vannak friss híreink. Most éppen az a legfrissebb hírünk, hogy készülünk egy új lemezfelvételre júniusban, amit itt is bemutattunk a stúdióban. A saját dalainkat dolgoztuk fel, akusztikus átdolgozással, egy kicsit jazzes, R&B-s sétettük a saját zenénket. Egyszerű, ugye? Mert hogy megengeditek, hogy a saját zenéjéteket igen, a saját magunkat feldolgoztuk gyakorlatilag, és hát azt vettük észre, hogy eléggé szeretik ezt a fajta műsorunkat.
elég sokat játsszuk is, és úgy döntöttünk, hogy akkor ebből csinálunk egy lemezt, és arra készülünk most. És videóklip is készül, ugye? Igen, az a Cirkusz című lemezünk, ami pont egy éve jelent meg, annak most már egy kicsit a kifutása van, mert nem árunk el titkot vele, hogy télen fölvesszük az új lemezt. Tehát az akusztikus lemez mellett írjuk az új lemez dalait is, de még van két olyan dal ezen a lemezen, aminek még nincsen klipje, és mi szerettünk volna, és azért az egyik pont az Az hazudtad című dalunk, aminek a klipje most készül. No, hát valamit lehet tudni a forgatásról, vagy fellebbenteni bármilyen izgalmas dolgot? Hát, hol készült? Hát nagyon vicces egyébként, sose gondoltam, hogy a saját városomban, ahol eddig éltem, ugye ott fog készülni videóklip, és Tiszavasváriról van szó egyébként, és tudni kell, hogy van egy olyan gyár Tiszavasváriban, ahol soha életemben nem jártam egyébként, aztán most eljutottam odáig, hogy ott forgattunk videóklipet, de szerintem ennyit szeretnék elárulni róla, mert nagyon szép helyszínt találtunk, és rábízzuk majd a nézőkre, hogy eldöntsék, illetve a közösségükre. Hát azért, hogy Andi, te nem vagy már új ebben a csapatban, de hát azért mégis az egy friss húsnak számítasz. Milyenek voltak az első benyomásaid? Vagy egyáltalán te mit tudtál a Kalmapirinről akkor, amikor még csak feltörekvő titánként ragadtálni a mikrofon? Én megmondom őszintén, semmit nem tudtam arról, hogy ők léteznek. Nem is ismertük egymást előtte, tehát ahhoz képest, hogy... Tudsz volt a marketingetek, fiúk, vagy nem tudom. Tehát az a vicces, hogy itt éltünk egymás mellett, meg én nagyon sokat jártam Nyíregyházára, hiszen én jártam Báhidiné Magdinénihez ugye énekelni, tehát én musicaleztem, és itt nagyon sokat léptünk fel, akár a szabadtéri színpadon, tehát akár hallhattak is volna rólam, de ők se... A zenekarban is játszottam egy időben, az X-Singer zenekar. És nem hallottunk egymásról egyáltalán. Aztán ők láttak a tévében végül is, és már hamarabb is megkerestek egy évvel korábban is, mint amikor én csatlakoztam hozzájuk, de akkor ugye a pesti életem az még tartott, és nem igazán tudtam hazajönni. Aztán hazajöttem, és gyakorlatilag 3 hét próba után elvittek. Erdélyben volt az első koncertünk, azt hiszem. A Tusványoson. Tusványoson, igen. Szóval 3 hét után bedobtak a mélyvízbe, minden dalokat meg kellett tanulni, de tök idegen dolgokat, amiket soha nem hallottam. De azt hiszem az első próbára 10 dalból 9-et megtanultam, úgyhogy az valamit csak jelent, hogy megjegyezte az agyam az összeset. Amúgy mi alapján válogattok? Tehát azért valamelyest ugye ránézve Andira, azért ő is egy ilyen kemény csaj, tehát úgy látszik, hogy a zenekarnak valahogy... Ó, de hogy! Nem? Egy romantikus lélek, nem is tudom, sóhajtozik ez alatt a bőr Jackie alatt? Nem, hát, hogy szoktatok hívni? Mami. Ó, meg csillámpóni, nem, tehát én próbálkozom azzal, hogy keményebbnek tűnjek, mint amilyennek látom. Nem, tehát az életben azért megvannak a dolgok, amikkel meg kellett küzdenem, úgyhogy valamennyire egy páncél lett rajtam, ami erősített. Viszont a rockzenéhez ugye azért annyira csillámpónisnak nem lehet kinézni, tehát nem elég rockernek lenni, annak is kell látszani. Úgyhogy valamennyi keménységet bele kellett vinni. Hát ugye a hangi adottságaim azok azért nem feltétlenül a rockzenéhez illenek. Úgyhogy azért örülök mondjuk most az akusztikus albumunknak, mert ezen például sokkal jobban és szebben tudok énekelni, mint egyébként, amilyen egy fesztiválon mondjuk majdnem, hogy ordítani kell szinte a színpadon, jó, azért annyira nem vészes a dolog, de tulajdonképpen itt fog kijönni az, hogy teljesen más lesz énekelnem most ezen az albumon, de azért megnyugtatok mindenkit, hogy új dal is lesz az akusztikus lemezen. Nagyon fogy az időnk, ugye itt a nyár tényleg a fellépések időszaka, gondolom, hogy most már lassan a naptáratokba be vannak írva a jelesebb napok, viszont egy nagyon szép dologra készültök, egy jótékonysági koncertre. Jövő szombaton este lesz, tulajdonképpen ugye itt a Bringa Piknikről beszélgettünk, tehát azok, akik visszaérnek majd a tokai bicajozásból, azok azt gondolom, hogy szépen megkoronázhatják ezt az estét, meséljetek erről. Ez péntek este lesz, a belvárosban, a korona alatti kis helységben. Na, akkor jó betájultam magam, én teljesen szombatra koncentrálta. Ez egy jótékonysági koncert, Vitál Anitának a gyógykezelésére szervezzük, mert úgy ítéltük meg, hogy ő egy olyan személy, akin segítenünk kell. A Kalmapirin zenekar egyébként szokott jótékonykodni, elég gyakran vállalunk. Most éppen júniusban fogunk játszani egy ilyen kutyás menhely
megsegítéséért sátorolja Újhelyben. Hát ugye ez énekesnünk három kutyával él együtt, tehát ez adja a dolog, egyébként nagy állatbarátok vagyunk. De például múltkor Andi volt vakoknak ilyen hangos könyvet felolvasni, és most az Anita ügye mellé állunk. Anitáról annyit kell tudni, hogy 11 éve küzd a leukémiának egy igen agresszív formájával, és sajnos egy negatív rekordot készül most véghez vinni, 5. csontvelő átültetésére készül, és éppen Debrecenben a steril boxban van, és ott várja a koncertet, azért is vállaltuk, hogy élőbe közvetítjük, hogy ő tudja ezt látni. 5 nyíregyházi művészeti csoport és zenekar vállalta, hogy fölép, egyébként sokkal több jelentkezett időközben, mikor nyilvánosságra került, de sajnos az este az idő a záros. Mindenki szeretne egy pár számot játszani, igen. Minden bevétel, amit a belépőjegy kapcsán megvesznek az emberek, ami befolyik bevétel, illetve egyéb felajánlásokat is várunk, a 100% annyit a gyógykezelésére fog menni, és Anitáról annyit kell tudni, hogy annak ellenére, hogy rettentesen beteg szegény, szerintem az egyik legpozitívabb ember, akivel valaha találkoztam, rengetegen követik a Facebookon, olyan emberek is, akiknek nincsen semmi bajuk, olyan embereknek is tud erőt adni, és az élethez mindenféle jó tanáccsal ellátni őket. Úgyhogy most mellé állunk. Igen, ennek a címe tulajdonképpen ennek az estének az lesz, hogy nem vagyunk nokedlik. Őt ezzel hogyha beírja bárki a keresőbe, akkor ezekkel a szavakkal meg is lehet találni tulajdonképpen az ő írásait. Hát én úgy gondolom, hogy mindenki egy pici kis szeletet hozzátehet ehhez az estéhez, mégpedig azzal, hogy ott van, egyrészt élvezi a koncertet, másrészt tudja, hogy az ő öröme ezáltal valakinek a gyógyulását szolgálja. Nagyon szép dolog. Ez is azt bizonyítja, hogy egyébként ugye érző szív dobog a rocker jelmez alatt, és ti valamennyien érzékeny és nagyon színes emberek vagytok, és ha nem így lenne, akkor nem tudnátok folyton megújulni és évek óta ennyire hinni és egyre profibban játszani. Milyen lesz a nyár? Talán még arról egy picit beszéljünk. Most ugye itt volt a kutyusos koncert, ez a jótékonysági. Hogyan tovább? Hát ugye szinte az összes környékünkön lévő nagy fesztiválon fölépünk. Ezt a nyarat annyira nem szerveztük túl, pontosan azért, mert éppen dalírásban vagyunk, és azért foglalkoznunk kell azzal is, hogy az új lemezünkre készülünk. De gyakorlatilag a nagyobb fesztiválnak, Campustól a Lesz Festig, a több megyebeli és megyén túli fesztiválra vannak már lekötéseink, de amellett azért erre a lemezfelvételre is elég nagy hangsúlyt fektetünk. Egy kicsit visszatérve még a videóklipre, ugye érdekessége lesz, hogy egy színész házas pár fog benne játszani, mégpedig a Kosik Anita és a férje Gulácsi Tamás fogják a főszerepet eljátszani ebbe a klipbe, ami 2,5 percben megpróbálja bemutatni a szerelemnek azt a 3 stációját, ami indul egy rózsaszín buboréktól, és egészen a haragig tart, a csalódottságig. Ezeket a szituációs játékokat úgy gondoltuk, hogy profikra fogjuk bízni. Nos, hát akkor izgatottan várjuk. Itt a Weekend stúdiójába pedig ugye 3 dalt hoztatok, a Cirkusz, a Hello és az Élni és Játszani című nótát, úgyhogy hát nagy izgalommal várjuk olyannyira, hogy már annyira izgulunk, hogy ezt a forróságot csak egy jó kis fagyival tudjuk lehűteni. Úgyhogy a következő pillanatokban egy kicsit fagyizunk, aztán majd jövünk a híradóval, és utána itt zenél nekünk élőben a Kalma Pirin, maradjanak velünk. Úgy látszik, hogy a mai adás arról szól, hogy folyamatosan próbáljuk hűteni a nézőket, mert végülis a Kalma Pirin is azt csinálja, rájöttem, ugye? Ott az egy nagyfokú izzadást eredményez. Hát azért ettől sokkal kellemesebb a fagylalt mindenképpen. Nagy szeretettel köszöntöm Csekő Sándor urat. Hát a fagyi ugye az olvad, tehát vagy megeszem gyorsan, és akkor önnek folyamatosan beszélnie kell, de azért a nézőknek is megmutatjuk, hogy milyen fantasztikus kis összeállítást hozott. Egy picit azért egy történelmi utazást is tegyünk. Magyarországon mióta van fagylalt? Hát az 1800-as évek végén már megjelent fagylalt nálunk is, de már az ókori görögök is
csináltak, igaz, hogy kezdetleges eszközökkel, de fagylaltnak éppen nevezhető terméket. Ugye nem volt nekik egyszerű a helyzetük, de hát az az igazság, hogy ez azért egyre inkább tért hódított, és igazából a fagylalt akkor lett egy népszerű termék, azon kívül, hogy finom volt, amikor a tölcsét feltalálták. Mert hogy ezt egész egyszerűen valahogy valamibe bele kellett tenni, és a tömegigény és a tömeg lehetőség, tömegesítés, ez ezzel jött létre, hogy ez az egyszerű termék, kézbe a tölcsér kézbe kapja, és borzasztóan felgyorsította a fagylalt eladhatóságát, és onnantól lett ilyen dömping termény. Régebben még a Cici királynő idejében ez egy különlegesség volt, és akkor tényleg csak azok juthattak hozzá, akik meg tudták fizetni, vagy rendelkezhettek olyan háttérrel, hogy kaphattak ilyen terméket. De aztán utána azt lehet mondani, hogy ez egy nagyon-nagyon nagy sláger termék lett. Egyrészt a gyerekek körében, másrészt pedig most már azt tudom mondani, hogy a felnőttek is kedvenc semegének. Gyakorlatilag az a titka, hogy mindenféle ízben ma már szinte elképzelhető. Ugye pár éve most már divat lett, hogy nem csak édesek ezek a fagylaltok, hanem akár sósak, és ennek mindenféle variációja. Gyakorlatilag én úgy gondolom, hogy a csillagos ég a határ, mert évről évre van ugye évfagylaltja, aztán vannak fagylalt napok, amikor jutányosabb áron hozzá lehet jutni a fagyhoz. Egyébként jó kis infláció figyelő is az, ugye még gyerekkoromban emlékszem, hogy 1,50, meg nem tudom, ilyen, ugye a múlt évezredben történt ez sajnos, és ma már ugye jó néhány száz forintot kell egy valóban finom fagyért adni. Mik a slágerízek most 2018-ban? Egy pillanatra azért visszatérek, mi még 1,50-nel kezdtük a fagylaltot, de ezt azért megmondanám, hogy szívesen kiegyeznék abba, hogy 9,60 legyen egy kiló cukor, meg 3,60 egy kiló kenyér, és akkor volt 1,50 egy gömbfagylalt. Most, hogyha arányaiban nézzük, akkor azt mondom, hogy én szívesen visszamennék arra. De a fizetésünk is kevesebb lenne. Hát igen, csak arányaiban akkor jobb volt a fagylalt, mint most. Értem. Azóta fokozatosan mindig szűkül az ár, és a fagylaltnak az aranykora körülbelül azt tudom mondani, hogy az olyan 6 forinttal kezdett el nagyon szűkülni. És ez egy elég nyereséges termék volt akkoriban, most sem annyira rossz, de azért most már lényegesen megváltoztak a ár és képzési lehetőségek, úgyhogy most már azért nem. Visszatérve erre, hogy milyen lehetőségek vannak, milyen fagyik vannak, ez teljesen természetes, hogy a piacot szondáztatjuk, meg próbálgatjuk, hiszen ezek a fagylaltversenyek valóban erről szólnak, és elsősorban a kézműves fagylaltokról kellene, hogy ezek a versenyek ha meghatározzanak egy irányt, és hogy tulajdonképpen szeretnénk bemutatni azt, hogy ezek a termékek, ezek minőségi alapanyagból vannak, nagyon pontos, precíz technológiával és nagyon jó gépekkel. Tehát folyamatosan fejlődik egyrészt az alapanyag, másrészt a technikai háttér. Értek ez alatt a fagylaltfőzőre, a fagyasztóra, most már elektronikusan vezéreltek ezek a modern fagylaltgépek. Meg tudjuk határozni, hogy különböző fagylaltokba mennyi levegő kerüljön. Nagyon nem mindegy, hogy 15%, 20%, 30% adott esetben akár 40%-ot is föl tudnak pumpálni a soknak ezek a, néz ki, ezek, de valójában igen, kevés. Ugye az ember ezzel akkor szembesül, amikor vesz egy jégkrémet, ami amúgy is szerintem ilyen mindenféle
tömegnövelőkkel van megspékelve, és akkor esetleg elolvad, és látja, hogy ennyi van a doboz alján. Tehát... Így van, hát az valószínűleg nem fog lesüllyedni egy doboz jégkrém, beleteszik a vízbe, az nem fog lesüllyedni. Tehát az ugye... Túlbózva. És erre azért figyelni is kell, mert a igazi fagyi az azért 30% fölé nem menjen már semmi szín alatt. Mert én azt gondolom, hogy az nem etikus. Tehát azt én azt gondolom, hogy az olyan 20% környékén kellene, hogy megálljon egy fagyi, és akkor is kell tudni egy sejmes állagot biztosítani, egy olyan gasztronómiai élményt, hogy amikor megnyalja az ember a fagyit, akkor nem azt érzi, hogy hú, de hideg. Tehát az egy nagyon fontos eleme, hogy ne az jöjjön le, hanem az, hogy egy kellemes, annak ellenére, hogy mínusz 12 fokos termékről beszélünk, vagy 14 fokos az a fagyi, ami ott van, és mégis kell, hogy az ember egy kellemes ízt érezzen, és ez igazából a fagylaltnak a zsírtartalmán, amit jelen esetben nyilván nem egy sertésíról beszélünk, hanem tejszínről beszélünk, azzal tudjuk egy kicsit a hideg érzetet csökkenteni. Nagyon-nagyon fogy az időnk, és annyi mindenről nem beszéltünk még, ami talán még szintén nagyon fontos, hogy sajnos ugye az allergiások száma nő, és örömmel tapasztalom, hogy azért nagyon sokan felkészülnek már erre, és nem csak egyféle citromot kínálnak annak, akinek például tejallergiája van, vagy cukorbeteg, vagy bármi más, hanem ebben is nő a kínálat, akkor talán még annyit, hogy mik a legújabb ízek? Hát a táraz az valóban szinte a csillagoség. Tehát annyi mindent össze lehet házasítani most már, hogy a képzeletre van bízva. Egy azért nagyon fontos lenne, hogy ne csak összerakjuk egymás mellé mondjuk a bazsalikubot, a szőlőt, a gesztenyét vagy valamit, hanem hogy hozzuk, próbáljuk meg azért harmóniába hozni ezeket az ízeket, mert van, ami üti egymást, van, ami kevésbé üti. És van, ami megerősít egy-egy ízt, és van, ami pedig elnyom egy ízt. És hogyha házasítunk, vagy összehozzuk ezeket, akkor próbáljuk meg úgy tenni, hogy inkább erősödjön egy-egy íz, de ne nyomja el a másikat. Na most az, hogy megpróbálnak különböző fagylaltokat, tehát mondjuk az az igazság, lehet, hogy konzervatív vagyok, de amikor egy fekete vaníliát látok a pultba, valahogy nem biztos, hogy meg szeretném kóstolni, azzal viszont egyetértek, hogy a gyerekek, a fő tanácsadók a szüleinek, hogy hol van menjünk fagyizni, és hogy a gyereket hogy lehet megbolondítani ezekkel a különböző színekkel, vagy adott esetben ízekkel. Ez azért jelentősen befolyásolja egy üzletnek a forgalmát. Én azt gondolom, hogy egy kellemes alapfagylalt, mondjuk egy eper, egy citrom, egy banán, vagy egy ananász, megspékelve különböző öntetekkel, vagy akár magvakkal, vagy akár behozva egy-egy ilyen fűszernövényt, mint a menta, vagy a bazsalikum, mondjuk a mentából nagyon finom fagylaltot tudunk készíteni, ami azért régebben nem volt például jellemző. Vagy adott esetben akár még alkoholos fagylaltokat is be tudunk hozni, csak azt mondjuk szigorúan tájékoztatni kell a vendéget róla, hogy az alkohol tartalmaz, vagy a gyereke miatt másrészt, vagy a szonda miatt. Hát nagyon-nagyon szépen köszönjük. Én úgy gondolom, hogy ugye a gyerekek azok, akik motiválják a szülőket, azért apa is elcsábul néha egy sörös fagyira, én ilyet is hallottam, de csak a nézőknek mondom, hogyha apa a sörös üveget kiveszi a fagyóból és azt nyalogatja, azért az nem sör. Én arra buzdítok mindenkit, hogy kóstolják meg az újdonságokat, és aztán legfeljebb visszatérnek a klasszikus pisztáciához, eperhez, puncshoz, abban biztos, hogy meglelik a örömüket. Köszönöm szépen. Thank you.